Gondolkodj egészségesen! 2006 őszén indult a Gondolkodj egészségesen program, azzal a céllal, hogy útmutatást adjon az óvodás gyerekek szüleinek az egészséges életmódra való nevelésben. Munkánk eredményességét mutatja, hogy az elmúlt években több mint 1500 óvoda csatlakozott hozzánk, így 2007-ben már 55 000 egészségzsákot ajándékoztunk a kiscsoportos óvodások szüleinek. Én anyukaként találkoztam először a Gondolkodj egészségesen programmal, egészen pontosan a nagyobbik lányom, amikor óvodába ment, akkor kapott egy csomagot. És nagyon megörültem annak, amit a csomagban találtam. Az egészségzsákban található programunk egyik alappillére, egy 120 oldalas kiadvány, amely közérthető módon segít a szülőknek eligazodni az egészséges életmód szerte ágazó témáiban. A kiadvány mellett a csomagban kizárólag az egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatók és tárgyak vannak, amelyek szemléletesen mutatják be, például a helyes táplálkozás, vagy éppen környezetünk védelmének egy lehetséges alternatíváját. A program szellemiségéhez hűen a zsák környezetbarát anyagból készült. Rengeteget foglalkozom a környezetvédelemmel. Én nagyon tudatosan nevelem a gyerekeimet, és azt vettem észre, hogy amit megtanítok nekik egész pici korba, az nekik teljesen természetessé válik később. Az egészségzsákok idén az adventi időszakban és Mikuláskor érkeztek az óvodákba, hogy felhívjuk a szülők figyelmét arra, az ünnepek környékén még tudatosabban oda kell figyelni az egészségünkre. Amíg a szülőkkel beszélgettünk, a gyerekek gyümölcssalátát készítettek, és együtt énekeltek Szekeres Adriennel. Nagy szakályú tél a hó. A délelőtt közös énekléssel és izgatott zsákbontogatással ért véget. Az egészségzsákok összeállításán és átadásán kívül eddig több önálló rendezvényt szerveztünk, illetve egyéb programokon vettünk részt. Legsikeresebb eseményünk a 2007. szeptemberében megrendezett Gondolkodj egészségesen családias nap volt, amelyet Budapesten, a Margit-szigeten rendeztünk meg. Több mint 20 000 gyerekek, szülők és nagyszülők vettek részt a programokon, így családi napunk 2007 egyik legnagyobb gyerekeknek szóló hazai eseménye volt. Terveink szerint 2009-ben az adventi időszakban tartunk egy hasonló méretű rendezvényt. Részt vettünk a Szűréssel az életért program sorozatban is, ahol a Gondolkodj egészségesen program volt az egyedüli gyerekekkel foglalkozó partner. A Millenáris Zöld Túrazokni bérletének vendéglátójaként pedig havi egy alkalommal hívunk meg mintegy 200 óvodást, hogy közösen játszunk, énekeljünk és beszélgessünk a Gondolkodj egészségesen program egy-egy kiválasztott témaköréről. Eddig a táplálkozással, a higiéniával és a kultúrával foglalkoztunk, 2009-ben pedig egyebek mellett a toleranciát, a mozgás fontosságát és a környezetvédelem témáit járjuk körbe. És most a 2009-es tervekről. A toleranciára ösztönző programunk Győrben indult, ahol a fogyatékkal élő és épp gyerekekkel közösen ültettünk fát, és együtt játszhattak a különböző foglalkozásokon is. Bíztunk abban, hogy hamarosan játszótér is lesz a kertben, ahol majd együtt játszhatnak fogyatékkal élő és épp gyerekek. Úgy tűnik, álmunk valóra válik, és kezdeményezésünket hamarosan siker koronázza. A győri önkormányzat és a Bárci Gusztáv óvoda összefogásával ugyanis megkezdték a játszótér építését. A Sokszínűek vagyunk program 2009-ben még nagyobb lendülettel hirdeti majd a másság elfogadását szülőknek, óvónőknek és gyerekeknek. Másik kiemelt témánk a táplálkozás lesz. Nagyon régóta foglalkozom már táplálkozással, több mint 20 éve,
és nagyon szenvedélyesen hiszek benne, hogy ez egy borzasztó fontos terület az életben, és teljesen egyetértek veletek abban, hogy ezt iskoláskorban elkezdeni már egy kicsit késő, mert szerintem is kb. 6 éves korig nagyon sok szokás kialakul a táplálkozással kapcsolatban. Mezei Elmirával közösen segítünk majd a szülőknek, óvónőknek abban, hogy szinte észrevétlenül tudjanak minél több zöldséget és gyümölcsöt csempészni a gyerekek étrendjébe. A tanácsadás egyik szintere a Gondolkodj egészségesen élménykonyha lesz. Gyerekek! Maci! Asszonyok! Férfiak! És egy utolsó ugratás! A 2008-ban a Vöröskereszt székházában megrendezett első szakmai napunkon 100 vezető óvónő vett részt. Legyenek egészséges óvodák. A táplálkozásról és a mozgás fontosságáról hallhattak előadást, majd játék közben tapasztalhatták meg, hogy a drámapedagógia milyen kiválóan alkalmazható az egészségnevelésben. Az óvónők nyitottsága és lelkesedése, a szülők visszajelzései, bíztatásai, valamint az elmúlt időszak sikerei arra ösztönöznek bennünket, hogy a jövőben még nagyobb elszántsággal folytassuk vállalásunkat. Geszti Péter szavait kölcsönözve köszönjük meg minden eddigi támogatónknak, hogy a Gondolkodj egészségesen program megszülethetett és működhet. Bízunk benne, hogy partnereink köre a jövőben tovább bővül. Ebben a programban megjelenik egy olyan típusú szándék, meg hát tett és aktus is, ami szerintem hozzájárul ahhoz, hogy jobban éljünk mindannyian, az egész ország. Nem csak a gyerekek, hanem a családok is. Egészségesnek lenni, az kicsit közelebb visz talán a boldoguláshoz is, és akkor miért ne csatlakozzunk egy ilyen dologhoz.